Főúr Dünés. Csehszlovák film. Írta Zdeněk Szverák. Magyar hangok. Balázs Péter, Málnai Zsuzsa, Kristóf Tibor, Szersény Gyula, Gruber Hugó, Szabó Ottó, Miklósi György, Verebes Károly. Operatőr Iván Slapeta. Rendezte Ladislav Smoljak. Te mit csinálsz? Nem hallod? Megint el akarod áztatni farizeréket? Teljesen őrült. Miért terezted ennyire teli? Micsoda? Miért terezted így tele? Hogy ne álljon ki a vízből a... Na jó, öltözködj, mert elkésel. Figyelj, remélem 50 korona bőven elég lesz. Ugyan, dehogy elég. Még benzint kell vennem, meg egy üveg bort is illenék. Benzint már tegnap vettél, fiam. 50 korona igenis elég lesz. Lesz. Na nézd meg ezt, nézd meg milyen. Mit akarsz? Ez az egyetlen sötét ruhád. Pulóverben mégsem ehetsz közéjük. Igen, de ezt a ruhát utálom. Hát miféle alkalmakra akarod hordani? Esküvőre! Temetésre, de nem érettségi találkozóra. Mutasd magad. Igenis csinos vagy benne. Mit akarsz, te hódító? Na, szia. Ide figyelj. Aztán nehogy megint. Szóval légy jó fiú. A volt osztálytársnőim tudod hány évesek? Az osztálytársnőid nem izgatnak. Tehát, ha valamelyik osztálytársadnak fiatal a felesége. Szia, szia. Apa! Szevasz! Csukd be, mert megfázol! Szia! Szia! Főúr, fizettek. Hogyne, én is. Van palackos boruk? Egy vöröset legyen szíves. Köszönöm, uram. Ne haragudj, pajtás, úgy nézel ki, mint egy főpincér. Ne maragszol, ugye? Dehogyis. De őszintén nem? Egy kicsit se. Te pajtás, de biztos, hogy haragszol. Egyáltalán nem. Kicsit biztos, hogy haragszol. Jó, egy kicsit. Viszont látásra. Te! Megittam, megittam három felest. Szevasz. Várjon csak! Értse meg, hogy én nem vagyok főpincér, menjen be, és nekik fizessen. Ne, bárcsak, ide figyelj, pajtás. Nézd a szemembe, testvér, figyelj. Ha már egyszer főpincér vagy, hát ne szégyenkezz. Hiszen ez is egy foglalkozás. Ennél rosszabbak is vannak, vagy nincs igazam? De ez igaz. Na látod, pajtás, én iszom, te meg beszeded a lóvét, úgyhogy ezt tedd el, és ne haragudj rám. Hát, mit csináljak magával? Te már befejezted, hová mész? Nagy gyűlésre.
Lenne szíves és megtolná? Na, aha. Ha közben ellen botlom. Szóval a főpincéreknek ma nagy gyűlésük van. Ezért nem találtam oda benne egyet semmi. Istenem, nagyon szép foglalkozás. És minden évben odautaztunk. Ez a legkisebb lányom, Miluska. Ez a középső lányom, Tereszka. Ez pedig a legidősebb, Katka. No, több lányom már nincsen. Ez is elég. Ez meg Jugoszláviában volt. Ott jártunk tavaly. Arra pasasra ott ne figyeljetek, az a férjem. És ezzel be is fejeztem, nincs több. De most gyorsan adjatok inni, mert a torkom egészen kiszárad. Jelinek következik. Szóval, hát én érettségi után a műegyetemre mentem, aztán két évig a Skoda művekben dolgoztam, utána három évig... Igen, azonnal. Három évig Indiában, tessék a képek. Aztán két év Mongólia, később az egyiptomi kirendeltségen dolgoztam, majd Kubában, Líbiában... Inkább azt mondd, hol nem voltál, úgy rövidebb lesz. Persze. Na és van egy kisfia, Mirek a neve. Légy szíves, kapcsold be! Főúr, nincs innivaló! Nem. Ez a felesége. Főúr, adjon valamit inni, mindegy, csak folyékony legyen. Vanek, ebből még baj lesz, ahogy Pikril tanár úr mondta. Úristen, gyújtsatok lámpát, ide nézzetek, ki jött meg. Jó estét. Szervusz. Nézd ide. Te vagy az tényleg. Na hát, én meg nem ismertelek volna. Hát, én meg éppen tegnap emlegettelek. Végre téged is látni. Hát, Rudi. Szia. Manuela. Ez az én barátom, Dalibor Vrána. Valamikor réges-régen együtt ültünk az utolsó. Az utolsó padban a falnál, tudom? Igen, így volt. Megcsókolhatja a kezemet. Nálunk ez a szokás, ugye? Én megcsókolhatom. Nyugodtan, kérlek. Én is francia kocsit. Egy üveg Mikami. Gyere ide! Szevasz! Halljuk Rámát! Mit csináltál az érettségi óta? Mondd el! Hát én... Az érettségi után kitanultam a könyvkereskedést. Igazán? Aztán beálltam egy könyvesboltba, és azóta ott dolgozom. Akinek ilyen nyugodt élete van, az csak irigyelni lehet. Még nem mutattam meg nektek a kislányom képet. Vráma, te hoztál fényképeket? Ez a lányom, Ivana. Á, most jönnek a Vráma lányok. Ez Miluska, az első feleségem. Ez a második nejem, Vlasta. Ez meg Helena a mostani. Ezek a lányai? Nem, ezek a feleségei. Na folytassuk, Valenta következik. Hát, én érettségi után fotóztam. Úgy tetszik, mintha már jártam volna. Igen, lehetséges, mesztelen. Nem tudom, nem változtam így valahol. Nagyszerű kertem van. Szereted a vörös venyőt? Persze, nagyon. Öreg, gyere csak, gyere. Nem, van ott az öreg. A te, Jana, szeretném megkérdezni. Nem lehetett tudni, ki kicsoda. Igen, persze. Igen. Erre aztán bejött mindenki, és sorba vizsgáltak az egész társaságot. Képzeljétek, én parafasisakban meg egy gatyában álltam. El tudom képzelni. Mondd csak, te hol ültél? Én legelő. A legelső padban? Ne, még előbb ültem. Ne hülyéskedj, ott a katedra volt. Igen, és én ott. De nagy ökör vagyok, hogy a tanár urat nem ismertem meg. Jaj, de nagy ökör vagyok. Tanár úr, kérem, bocsánat. Tanár úr, kérem, legyen szíves, gyújtsa meg a kandallóba. Persze. Tessék itt a kifadőzőt. De nagy ökör vagyok. Nem ismertem meg. Meggyulladt, látja? Itt van a házigazda, Rudi. Az iskolában boldog volt, ha nem buktatták meg. Most meg hogy él? Micsoda villája van. Én sugtam neki. Írtam a feladatait. És mi lettem? Nézze, fiam. Ugyanezt bármelyikük elmondhatná, nem csupán maga. Majdnem mindenikük. Persze, én azt hiszem, hogy itt egyáltalán nem a pénzről van szó, hanem az ideáljaikról. Sokan összecsukták a szárnyaikat. Hiszen maga is emlékezhet.
Például Rubina. Regényíró akart lenni. És most egy papírgyár igazgatója. Magának milyen tervei voltak? Nekem a nők mindig tetszettek, tanár úr, és ez meg is maradt. Ha, a nőket mindenki szereti, Vránon. Én jobban. Nekem ugyanis beteges képzelőerőm van, tanár úr. Elén kerül egy nő. Én azonnal, borzasztó plasztikusan látom, hogy mit lehetne átélni vele, de részletesen. Azt hittem, a kamaszkorral elmúlik, de nem múlt el. Akkor sürgősen gyógyítassa magát. Ha? Már orvoshoz is fordultam. És mit mondott? Hogy ő is így van. A nők nyilván látják rajtam, hogy mindent elképzelek, és ez izgatja őket. Nem dicsekvésből mondom, de szinte üldöznek a nők. Végül is akkor ez nagyon kellemes, igaz? Főként a gyerektartás. Tanár úr könnyen nevet, de képzelje el, 40 éves vagyok. Külföldön nem jártam, nincs semmim. Minden házasságból megkopasztva másztam ki. Nézzen rám, mi a véleménye? Igen, jól néz ki. Hazám. Főpincérnek néznek. Vizes lesz a ruhája. Már kerestem magát. Szórakoztasson engem. Jöjjön. Tudja, én nagyon mohó olvasó vagyok, maga meg könyvkereskedő. De azt tudja, hogy én nagyon mohó könyvkereskedő vagyok. Na csak. Mostanában nem fog megjelenni olyasmi, mint a Repülőtér című könyv vagy a Kórház. Azok nagyon jó könyvek voltak. Nem sokára megjelenik a piacon a Szálloda című könyv és a Hálószoba. Nagyszerű. Ha megjelenik a Vágóhíd, szóljon, megveszem ajándékba a férjemnek. Feltétlen telefonálni fogok. El is mehetnénk valahova kirándulni. Mert ha mondjuk, ha most nincs raktáron a Vágóhídból, Zsolna mellett van egy barátom. Á, Zsolna mellett. Nála kitűnő könyvraktár van. Igen, csak Zsolna kisé messze van. Magának van kocsija? Van, igen. És magának? Persze, nekem is. Na hát, milyen márka? No, mégis mire tippel? Hát, hogy magát elnézem. Ne is találgasson, szábon van. Hát sehol sem látok itt szábot. Mert szervizben van. Aha. Vonattal érkeztem. Akkor Zsolnából egyelőre semmi sem lesz. Nagy kár. Valóban nagy kár. Az emberek fizetnek, erre kell alapozni. És ha többet adsz, többet fizetnek. A szállító zsebébe dugok 2000-et, és mindig azt az árut hozza, amit akarok. És én keresek a dolgom 20 000-et. Érted, öregem? Hazám. Csak semmi krupulus. Akinek lelke van, ne csodálkozzék, hogy üres a zse. Csinálni kell, érted? Pif-paf, 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 pif-paf. Attól lő az ember pénze. Már nem vagy főpincér? Hogyan? Nem főpincérkedsz? Nem, tudod, én étteremvezető vagyok, sok a munkám. Mindig újat kell kitalálnom, bár csak mutatok valamit. Kíváncsi vagyok. Hogy ízlik ez az ital? Egészségedre. Gyerünk. Na? Nagyszerű. Cinzano, megismerem. Dehogy, csevermut. Jól behűtve, citrommal szolgáljuk fel. Az íze az alig különbözik, az ára annál inkább. Állítólag a juice meg vízzel hígítjátok, igaz? Hát mit képzelsz? És mustárral javítjuk az ízét. El sem képzeled, milyen sokat jelent. Na?
És a könyv hogy jövedelmez? Nem jövedelmez. Gyere csak ide, Vrána, gyere. Mi az? Ide nézd, Vlaska, mondd, hol maradt ez? Nézd meg. Tanár úr, kérem, én befejeztem. De mit? A nőügyeket és a szegénységet. Gyerekek, a következő találkozó nálam lesz. Ez meg mi a csoda, ez a roncs? Az ugyan félre kell tolni. Kicsit toljuk meg. Értek. Na. Ugyan, hátrább. Te most hová tartasz? Megyek Zsolnára, szolgálati út. De te is Prágában laksz, ugye? Hogyne. Az Ozsehovkán van egy villánk. Családi házunk. Hű, az Ozsehovkán? Uh-huh. Az nagyon szép ház lehet. Aha, nagyon szép is. Na, itt vagyunk. Köszönöm. És szia! Szerencsés utat! Üljön csak be! Jól van. Kérem, hagyja békén ezt a kutyát, jó? Gyere, picinyem, gyere gazdihoz, gyere csak. Na, gyere, gyere, gyere. Cicóka, mi galukáltál, picim, ugye? Mi szépet álmodtál, picim, na? Rólam, ugye? Nem rólam? Egy kávét legyen szíves. Picim, várj egy kicsit, légy szíves. A fene behozott egy vendéget. Picim, egy pillanat. Szíves, fizetek! Azonnal! Ön akart fizetni, kedves uram? Igen, egy kávé, egy üdítő és a torta. Igen, egy pillanat. A kávé, az üdítő és a torta. Igen, akkor az 6 meg 9 az... Ó, persze, jaj, de feledékeny vagyok. Igen, akkor az annyi, mint 18.50. 18.50, akkor... Jaj, bocsánat, csak 16.50. Nem, köszönöm, az aprót hagyja. Köszönöm, viszontlátásra. Mondd, cicuskám, pénteken. Volt egy kávém. Ezt állítsd meg, ha beférünk. Kes autó, állj meg! Állj meg! Jó reggelt kívánok! Közúti ellenőrzés, kérem az igazolványát! Igen, bocsásson meg, de nekem van itt egy ilyen, vagy hogy nincs, nekem itt van egy ilyen, vagy egy olyan, ja, szóval nem, nincs nálam, van, hogy... Na jó, menjen! Köszönöm! Szegény ember! Köszi!
Jó reggelt. Jó reggelt. Új kocsija van? Igen, új kocsi. Kifestettük a szobát. Nagyszerű. Maguk beáztattak minket, mi meg kifestettük. Akkor most nagyon szép lehet. Igen, csak hogy az egész festés 1500 koronába került. És ráadásul a létre is homlokon vágott. Nagyon sajnálom. De a kárt megfizetem, kedves Parizer, csak hogy éppen nincs pénzem. Mondja, Vrána, azért egy hónapon belül megfizeti, igaz? Jó szomszédok közt így szokás. No, megkapom, ugye? Ide figyeljen, nézze csak! Autósamponnal mostam, de most a feleségemmel olvastuk, hogy állítólag marja a lakkot. Képzelje! Én nem tudom, én géppel mosatom. Igazán? Hallod, géppel mosatja! Na, mi volt? Meséld el! Na, el sem mondod, hogy milyen volt? Kellemes volt, ahogy a szokás. Láttad Parizert? Nem. Új kocsija van. Parizer bácsi folyton ügyeskedik, aztán összeügyeskedett magának egy kocsit. Aki folyton ügyeskedik, annak új kocsija van. Te meg felszólítást kapsz, mert nem fizeted a gyerektartást. De remélem, nem veszed el tőlem azt a pénzt, amit tegnap előtt adtál a gyerek kabátjára. Micsoda? Ferej említette, hogy zenélhetnék náluk a borozóban. Nincs hegedűsük. Nem is mondtad, hogy tudsz hegedülni. No, egy kicsit gyakorolnom kell hozzá. De gyerekkoromban igenis jó zenésznek tartottak. Akkor én megyek. A postára? Szülési szabadságú. No de Vera, szedd össze magad. Mire visszajövök, neked már új nőd lesz. A nőügyekkel végeztem. Legyél vidám, Vera, hogy vidám kisbabát szülessen. Ez olyan borzasztó. És a rád fog hasonlítani. Ne izgulj, minden rendben lesz. Akkor megyek. No. Vigyázz! Hogy van, Verácska? Köszönöm. Viszontlátásra. Minden jót, Vera. Forduljanak meg, lányok. Ezek a lányok most végezték el az iskolát. A könyvesboltban akarnak dolgozni. Azért hoztam hármat, hogy válasz közülük. Őt választom. Mondd csak, Dalibor, meggondoltad? Teljes mértékben. Mondja a nevét. Duóvá vagyok. Akkor meg is vagyunk, köszönöm. Na, lányok, mi tovább megyünk. Minden jót, Dalibor. Szervusz! Ezt vegye magára, és jöjjön, mindent megmutatok. Jöjjön csak. Na, nézze. Ezekből a lemezekből... De ne oda! Duóvá, vigyázzon! Ahhoz a kapcsolóhoz soha se nyúljon, megértette? Igen. Szóval ezekből a lemezekből válogassa ki a hegedű versenyeket, érti? Apa, be akarok menni! Hagyd apádat! Apa, be akarok menni! Hagyd, apád gyakorol! Apa, be akarok menni! Hallod, milyen szépen játszik, apa? Apa, be akarok menni! Thank you.
Valami baj van? Á, semmi baj, csak a sietségben beakadt a vonó, az asztalba beakadt. Apu, engedj be! Jó napot! Jó napot! Mi az ördög? Maga is játszik? Hát csak a barátaimmal muzsikálgatunk. És miért ilyen kis hegedűvel? Maga szerint ez kicsi? Hát persze, háromnegyedes, nézzen ide. Hogy én tudok játszani. És mi a helyzet a pénzzel, kedves szomszéd? Mit gondol, két héten belül tud fizetni? Igyekszem, Parizer úr, gyűjtök! Sajnos lassan megy. Mondja csak, megtolná? Halló! Halló! Álljon meg! Várjon! Álljon meg! Majdnem elvitte a hegedűmet, szomszéd. Akkor mihez kezdeni? Hajtanak fizetni? Igen, főúr, számoljon. Kérem. Volt 4 húslevesünk, aztán 4 bécsi szelet körettel, saláta, 3 sör és 1 narancslé. Igen, és kérem, az annyi, mint azt mondja, hogy 86-80. Tessék. Azonnal. 90. Köszönöm. Én is köszönöm, főúr. Fizetni jó hajtanak, kérem? Igen, legyen szíves. Igenis. Az annyi, mint 27-60. 35-ből kérem. Igen, még 5-öt köszönöm. Köszönöm. Már itt is anyagokkal... Figyeljetek fel! Igen. Tessék, 40. Köszönöm. Köszönöm. Na végre, tudja mióta integetek? Már egészen elzsibbadt a karom. Nézzen ide! Nincsen aprója? Á. Várjon, kimegyek és fölváltom. Borzasztó, iszonyat, 500 korona egy pohár sörért. Parancsolj. Köszönöm, tisztelt.
Mit hozhatok oda? Egy kávét kérek. Igen. Köszönöm, már is üzletek. 4 koronát lesz is. Köszönöm. Köszönöm. Szervusz. Szia. Van most időd? Hogy? Jól van. Tudod, csak azt akartam megbeszélni valakit. Sokat megittünk. Hagyja, köszönöm. Meg voltak elégedve mindennel? Ide hallgasson. Én jogász vagyok, és tudja, hol ünnepeltem meg a diplomámat? Itt, ebben a vendéglőben. Akkor az ön számára ez történelmi hely. Igen, de főúr, jöjjön csak ide, jöjjön ide. Ha végzett az ő fia, vagyis az én unokám, érti, ugye? Igen. Tudja, hol fogjuk a diplomáját megünnepelni? Nálunk. Igen, itt maguknál, bizony maguknál. Ő úr! Köszönöm. Köszönöm tisztelettel. Uram, a kollégája. Nem értem. Már fizettünk a kollégájának. Sajnálom, uram, de nincs semmiféle kollégám. Dehogy nem. A fizető. Nagyon sajnálom, uram, de itt csak nekem lehet fizetni. 1630 korona? A másik olcsóbb volt. Hallgasson ide, a kollégája hozta a számlát, és kifizettünk neki 1100 koronát. A maguk baja. A maga hibája. Ide hallgasson, kérem, én jogász vagyok, érti? És gondolja meg, erről az egészről csak egyet mondhatok. Hogy ez egy igen megdöbbentő helyzet, érti? Megdöbbentő? Nekem egy fillérem sincs. Akkor lesz szíves ideadni a személyigazolványát. Robika, nehogy odaad neki. Nem. Add csak oda neki, Robika. Add oda. Én ugyanis azonnal megyek a rendőrségre. De mondok valamit. Kedves pincér uram, mindeddig úgy terveztük, hogy ha majd az unokám... Majd, ha megszületik. Nyilvánvaló, ha majd megszületik és befejezte a jogi tanulmányait, hogy a diplomáját itt ünnepelje. Uram, ez engem nem érdekel. De ezek után, ha térden állva könyörögnek, akkor sem jövünk ide. Soha többi az élet. Persze, nem vagyunk bolondok. Bolondok nem. Na hát, a fiam már türelmetlen. Késő van. Nincs időm kivárni, amíg visszajön. Adját neki az üdvözletemet, és mondja meg, hogy majd máskor elhúzom a gyereket, hogy láthassa, jó? Kérdezhetek magától valamit? Bizalmasan. És pedig, mire való odafönt az a kapcsoló? Az a nyomógombos? Hm? Maga még nem kapcsolta be, igaz? Nem. Örüljön neki, mert azt háttal szokás bekapcsolni. És így éldegéltek boldogan. A favágó felesége otthon főzött, meg takarított, a favágó meg minden nap kiment az erdőbe, gyere, és egész nap vágta a fát, aprította. Aztán meg... Hol tartasz? Eladta a piacon. De mondd csak, meg vannak elégedve veled? Nagyon. Némelyik vendég könnyekre is fakad. Soha se hittem volna, hogy muzsikálással ilyen jól lehet keresni. Há, bizony. Folyton a vonomra fűzik a százasokat. Kár, hogy Ludwig nem lát téged. Ki az a Ludwig? A nagybátyám, aki cimbalmos egy zenekarban. Na, kisfiam, aludj szépen, pápá, pápá. Szia, szia. Ne provokálj, mert itthon maradtam. Szívesen maradok. Inkább menj pénzt keresni. Jó estét. Jó estét.
parancsolnak? Igen. 75 korona. $27.50. $46.90. Viszontlátásra. Jó, rendben, örülök, hogy láttalak. Hé, ember, összetöri a kocsival. Ez ronyból van, uram. Ez nem üt, ez simogat. Uram. Legyen szíves. Közelebb, közelebb. Tonik van? Van. Kérek. Köszönöm. Fa fejteszve a topluk, a csatornázási művek. Mondja meg, legyen szíves, az önkocsi az AV0261-es. Igen, maga éppen a kanálisra állt. Igen, de éjszaka tisztítjuk. A csatornád mindig éjszaka, kedves. Álljon máshova, vagy elvontatjuk a kocsiját. Kérem, rendben. Nem, ne csomagolja be. A pénztárnál lesz szíves. Kérem! Sört is számolhatok hozzá. Micsodát? Semmi. Pardon. Köszönöm. Tessék, uram. Köszönöm. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Mit kíván? Oh! Uram, milyen jó szerelmes dolgot szeretnék. Átélni vagy olvasni? Te vagy a második. Új kiadásban van meg a madridi lányok, de ahhoz a raktárba kellene mennünk. Duhová, seperje le a járdát odakin. Tessé. A bolt előtt? Igen, odakin! Jöjjön. Fölfelé. Jó napot. Kérem szépen, én a gyermekbetegségek leírását keresem. Micsodát? Ezeket a könyveket a legjobb barátaim számára tartogatom. Vagyis, hogy valamelyiket közülük megkaphassa, minden haladék nélkül a legjobb barátnőmmé kell lennie. Az semmi, majd utána felhúzom. Valahol láttam ezt a könyvet, de hol is van?
Megvan még a gyermekbetegségek leírása? Főnök úr, kérem! Na! Na igen, érdeklődjék, a jövő héten új szállítmányt kapunk. Duhová, húzza már fel ezt a rácsot! Maga meg mire vár? A gyermekbetegségekre. Nincs! Ilyet nem is kapunk! És kérem, nem tudja, hol lehet megkapni? Nem. Köszönöm szépen. Ne haragudjék, főnök úr. Én nem haragszom. Sőt, még hálás is vagyok magának. Szolgáljon ki, én szundítok egyet. Még valamit mesélni akartam. Az újságok azt írják, hogy Prágában egy hamis főpincér tevékenykedik. A személy leírása teljesen magára hasonlít. Én nem ítélem el őt emiatt. Megemelte a vendéglátás színvonalát. Ezért nem is üldözik. Ki? Hát a rendőrség. Igaz, hogy tolvaj, de rendesen csinálja. Ezért békén hagyják. Nem hiszem. Szerintem ők nyomoznak utána. De csak úgy, a látszat kedvéért. Odafönt megbeszélték. Hát persze, örülnek, hogy csinálja. Most elég, ha megvakarom a fejem, és már is jön a fizető. Fizetni óhajtanak, uraim? Nem, nem, csak egy szódavizet kérek. Igenis, uram. Legyen szíves, nekem volt egy fuszulyka levesem, egy pörköltem, egy kis pohár pálinka, és 30 koronája penetet is vettem. De lekésem a vonatot. Már negyed órája a fizetőt várom, hát sietnem kell az állomásra. 16 a fenébe. 47 korona 70. De stikében váron állsz, asszonyom, ha nem érkezem meg nagy botrányt. Főúr, kérem, számolja össze. Volt 2 vodka, egy paradicsomleves. Igen. 2 adag virsli és egy üvegsör. Hová, hová, néni? A vonathoz 25 perc múlva indul, és ezért nagyon sietek. És nem akarna fizetni? Mi az, hogy fizetni? Mit akar tőlem? Én már fizettem, 47 korona, 60-at fizettem. Csak azt szeretném tudni, kinek? Hát oda jött az a vörös hajú bajuszos, és nem is akarta összezávolni, de mondtam, hogy indul a vonatom. Kérdezze meg bent, hogyha nem hiszi el. Én nem tudom, miféle felfordulás van maguknál, de ez a néni fizetett annak a másiknak, vörös szakállat bajuszosnak. Kifizettem a fuszújka levesemet, a pörköltet, meg egy kis pohár pálinkát, és 30 koronáért a perecet is. Akkor kérek gyorsan 45 koronát. Amaz 47-60-at kér tőlem. Túl sokat számolt, néni. Fizesse csak ki szépen. De most mivel fogom megvenni? Halló, halló, uram, nem vettem észre, hogy maga fizetett volna. Jöjjön csak vissza szépen. Na hallja. Én véletlenül megmutathatom a számlát is, hogyha nem vette volna észre, akkor most vegye észre. Jó, tessék, itt fizetek az idős hölgyeért. Köszönöm azon. Jöjjön, néni, jöjjön, hagyja csak, jöjjön. Na, legyen szíves, nézze meg. Engem a maga számlái nem érdekelnek, itt nekem lehet fizetni. Senki másnak, megértette? Maga mit ordít velem? Aranyos, drága fiatalember, hogy maga milyen rendes, ha ezt odahaza elmondom, el sem hiszik. Látogasson meg egyszer Desticében, meglátja, milyen szép helyen lakom. Mondja csak, hogy kell ebbe a csudába bemászni. Nagyon egyszerű. Tessék csak összehúzaszkodni és jól lehajtani a fejét. Úgy. Legyen szíves! Nem tolnának meg minket? Köszönöm. Honzik, gyere ide, Ludwig bácsi van itt. Szia, Ludwig bácsi! Szevasz, Honzik, de nagy fiú lettél. Gyere be, Ludwig, gyere. Megyek. Mi újság van nálatok? Vigyázz erre a temizsonra. Jó. Nehogy összetörjön. Egész úton vigyáztam rá, pénzbe kerül. Várj csak, vedd le a kabát. És hol van a férjed? Játszik. Kártyázik. Dehogy kártyázik. Csodálkozhatsz, bácsikám. Képzeld, a te szakmádban tevékenykedik. Micsoda? Apu egedülni jár. Dalibor? Igen, valami zenekarban. Tudod mit, bácsikám? Ma este meghallgatjuk. Ki tudja, hol flangál éjszakákon át. Mondtam, eleget apádéknak. Ne adjanak ilyen elvetemű szoknyavadászhoz. Ugyan te! Annak már régóta vége. Hát pedig tudhatnád, hogy miért volt nektek csak állami esküvőtök. Félt a templomba lépni a városi léhűtő. Aha, na hát! Családi láb!
látogatás! Jó estét! Hol voltál? A borozóban, ahol játszol, nem is hallottak rólad. A borozóban? Szervusz, Ludwig! Ugyan a borozóban. Mi most állandóan valahol másutt játszunk. És holnap hol játsztok? Hogy holnap? Hát holnap a Duboné kávéházban. Holnapig itt maradok. Higgy el, kérem. Nem ingyen akarom. Ez egy fogadás, kisasszony. És miben akarja játszani? Miben? Ebben az akóban. A hangnemre gondolt. Jaj, bocsánat. Az itt van, benne a kottában. Maga nem tudja kívülről. Sajnos nem. A szerelmes dal. Igen, ez az. Ez a keringő. Keringő? Persze. Na jó, rendben. Köszönöm. Előre is köszönöm. Nagy boldogság lesz. Na és hogy képzeli mindezt a tisztelt úr? Ez az öné, fő úr. Nos, hallgasson ide. Ezt a százast adja annak a kövér úrnak ott, és mondja meg, hogy ragassza a homlokomra. A másikat adja annak a két lánynak. Ők elég, ha ők a zsebembe dugják a pénzt. A harmadikat pedig, várjon csak, a harmadikat annak a komoly férfinak ott. A legjobb, ha ő meg a vonhomba fűzi. Azonnal hozok terítéket. Most meglepetés következik. Kedves kollégám fog hegedűn játszani, a közönség kedvence Dalibor Vrana. Százast. Gyerünk a százassa! Fűzse a vonomra a százast! I like humor, but this is too much! Örültek ezek a prágai. Az embereknek vidámság kell, nem nagy művészet. Ennyi az egész. Nehogy falun is föllépj ezzel, mert agyonver a jó nép. Ugyan bárna, de mennem kell tovább. Várnak egy csomó helyen egész este. Pápál, szia Ludwig, szevasz drágám, szevasz! Hát ez elképesztő. A jobb első villog. A jobb hátsó villog. A bal első villog. A bal hátsó villog. A lámpák égnek. De várj csak. Apa, gyere, nézd csak meg. Ez valahogy gyengébb fényű. Az lehetetlen. Na melyik? Hát ez. Nem, ez jól világít. Jó reggelt. Jó reggelt. Na, adj csak ide. Úgy. Az ablaktörlő működik. Mindkettő egyformán. Megbocsásson, Parizer szomszéd, hogy beleszólok, de miért kell az ablaktörlőt kikiáltani, hiszen az maga is láthatja, hogy működik-e. Honzik a másik oldalról szállt. Igaza van, szomszéd, kösz. Erna, az ablaktörlőt ne kiáltsd ki, mert ezt én is látom, ha működik.
A kürt, kürtön! Parizer szomszéd, volna szíves megtolni minket? Köszönöm. Sebességben van? Na! Ez az egész titkolózás, nem tudom megérteni. Ha látnák, hogy új kocsim van, szimatolni kezdenének, hogy honnan volt rá pénzem. Miért nem tudhatják, hogy hegedüléssel keresed? Azért, mert nem vagyok a hegedű szövetség tagja. Akkor lépj be tagnak. Tudod, mekkora adót hoznának rám? Szállj be, Honzik. Ülj be szépen és légy jó kisfiú. Szia. Szia. És tudod, érezzétek jól magatokat, te meg vigyázz. Papa. Mondta, hogy megjavultál. Megjavultam? Mert újabban idejében küldöd a pénzt. Az én mamám valami mást mondott. Hogy te, apa, úgy élsz, mint disznó a vetésben. Apa, hogy él a disznó a vetésben? No hát, elmesélem nektek, hogy él a disznó a vetésben. De aztán alvás lesz, ugye? Szóval, ide figyeljetek, volt egyszer egy jópofa disznó, és mindenki azt mondta neki, ne menj a vetésbe. Csak hogy ez a disznó minden este kiszökött az ólból, és gyerünk a vetésbe. És ott jó dolga volt. Mind disznónak a vetésben. Mm-hmm. Ez az egész? Nem, még folytatása is van. Ez volt minden disznó közt a legkövérebb. És amikor eljött a disznóölés ideje, elsőnek őt kerítették sorra. Vagyis levágták? Hát persze. Utána a többit is mind levágták. De csak ez az egyetlen egy mondhatta el önmagáról, hogy jártam a vetésben.
Magányos nőkkel ismerkedik meg, elcsábítja őket, náluk alszik és pénzt csal ki tőlük, miközben házasságot ígér. Ilyenek a férfiak, hallja? Valami szélhámos köröznek, ugye? Ha én elkapnám a flakját, bizisten megemlegetni az elvetem gonosztevő. Különféle álneveket használ. A betörőről szóló bármiféle bejelentést elfogadják a rendőrség körzeti őrszobáin, vagy a prágai központi bűnügyi rendőrségen. A prágai éttermek, vendéglők és borozók réme, akiről múltkori adásunkban már szóltunk, megváltoztatta külsejét. Vöröses parókát használ, amelyet a homlokára fésül, és hasonló színű vöröses bajuszt és szakállt. A főváros vendéglátóipari egységeibe ellátogató vendégeknek tehát azt ajánljuk, fordítsanak a számla kiegyenlítésekor nagyobb figyelmet arra, hogy valóban a személyzetnek azzal megbízott tagjai veszik-e át tőlük a pénzt. Jól hajtanak, kérem. Hányadika is van ma? 25-e. Hogy eszel, kisfiam? Na igen, rendben. Köszönöm. 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 Halló, legyen szíves! Edd meg az egészet, kisfiam. A szelvi. Kettőn köszönöm. Kér. Tessék, itt is kettő. Mondom, edd meg azt is. Ez a mi szelvényünk, tessék. Jó estét, uram. Jó estét kívánok. 30 kuszt. Köszönöm. Ma vagyok először. Na látják, én vagyok az üzemigazgató, és nem ismerem a saját embereimet. Itt Mokris kolléga a fizető. Maga fiam ne számoljon, hanem az italt hordja szét. Jöjjön csak a konyhába. Roberto? Igen? A kolléga... Kiszlik. Kiszlik fogja az italt hordani. Tanítsa be, kérem, mindenre, mert új ember. Rendben. Csoport számláját. Kérem, nem látta valahol a főpincér? Állítólag valahol itt van a kocsiát. Köszönöm. Halló! Halló! Mi történt? Engem keres? Na végre, maga az? Igen. A csoport számláját akarom kifizetni. Igen, kérem, az 930 korona és 60. Tessék, azonnal visszaadom. Köszönöm, rendben. Köszönöm. A szomszéd úrnak új kocsija van, és nem is büszkélkedik vele. Elég volt a kozas háromkerekűből, mi? Jó napot, Vrána úr. Azt hiszem, uram, ön téved. Valakivel összetéveszt engem. Maga nem Dalibor Vrána? Én, kedves uram, Králik mérnök vagyok. Bocsásson meg, de elképesztő a hasonlóság. Az arca, az alakja, a mozgása. Egy pillanat. Erna! Erna, hallod? Gyertek csak itt.
Gyerekek, gyorsabban. Apa, öcsi, mindig belök a hóba. Na, ne árulj! Gyorsan, mit gondolsz ki ez? Gyerünk. Jó napot, Vrána szomszéd. Az ám Vrána, csak úgy néz ki, de králik a neve. Bocsánat, kérem, de sürgős dolgok van. Mérnök úr, várjon csak, várjon egy kicsit. Az előbb járt itt az étteremben, az a csaló főpincér. Már kihívták a rendőrséget, nem akarja meg már... Mész? Honzik! Gyere vissza! Na, kisfiam, ne haragudj! Nézd meg! Csak vicceltem! Én csak új pincért kaptam. Listuka a neve. Ha megengedik, kérem, majd én mindjárt a megengedik. Figyelmet! Tessék! Egy kis figyelmet kérek! Nézzenek csak rá! Csinos kisfiú, mi? Ó, igen. Kérem, jól nézzenek meg engem. Nehogy véletlenül más valakinek fizessenek. Megértettek, ugye? Megértettük. Nekünk itt van Pistuka úr. A kollégám az előbb már bemutatta önmagát, most kérem, engem is nézzenek meg. Na? Tudják, a csaló főpincér bárhol előfordulhat. De mi ismerjük magát, Pistuka úr. Ha? Mondd csak, ha elkapják, bevarják, mi az? Ha mi ítélkeznénk felőtte, életfogytiglant kapna. Csak hogy nálunk nem sikerül neki a csalás. Hazám. A mi városkánk nem Prága, igazam van? Így van, itt hiába próbálkozik. Hiába. Na, egészségünkre. Nem, bizony. És tudja miért? Azért, mert ha idejön, mi megtáncoltatjuk. Helyes. De főként azért, mert mi azonnal intézzük a pénzügyeket. Helyes. Azt kérem, 2309. Helyes. Az elég sok, ne? Hát kérem, az emberfia legfeljebb kétszer-háromszor nősül. Igen. Na gyertek, gyerekek, csináljuk meg ezt a felvételt. Gyertek. Na, álljatok már össze. Pistuka, gyere, te állj mellettem emlékben. Gyere, Pistuka, mert nem kapsz puszit. Állj ide közénk, Pistuka úr. Na, gyere már. Állj már ide. Ez az. Barátságos arcot kérek. Szép mosoly. Pompás. Lefényképezték a fantom főpincért. Új, de csúnya. Főnök úr, maga vág ilyen arcot, amikor kasszát kell csinálni. Munkaidő alatt nem szokás újságot olvasni. A könyvújdonságokat olvassa, megértette Duhová? Maga csúnya, kócos hajú, szemüveges, barzasztó Duhová! Ti hallottatok a hamis főpincérről? Hogy leszek, én is főpincér leszek. Mi csak, mérnök úr? Ahó, mérnök úr, jó napot! Mérnök úr! Maga is itt lakik a környéken? Hogyne! Hát akkor velem kell jönnie mindenképpen. Mérnök úr, megmutatom magát. Erre nekem nincs. De mérnök úr, csak néhány lépés az egyik. De nekem most sajnos... De mérnök úr, higgy el, megéri. Csak ide, a sarkon túlra. Néhány lépés. Mutatok magának egy pasast, aki pontosan ugyanúgy néz ki, mint maga. Itt lakik ebben a házban, pontosan fölöttem. Már mondtam neki, hogy találkoztam magával, és hogy milyen hasonló. Ha maga meglátja, hát elképed. Én még ilyet nem láttam. Nagyot fog nézni a bögyörő. Micsoda? Hát a mögött bögyörőnek hívjuk. Egy kis háromkerekűje van, azzal jár. De úgy látom, nincs itt. Majd máskor meglátogatjuk. Talán nincs itthon. Paszeková, kérem, mondja meg, legyen szíves, bögyörő a harmadikról már hazajött. Nem baj, megmutatom magát a feleségének. Jöjjön csak, ideni. Ezek megőrültek. Nagyot fog nézni a lakot, meg az egészen. Sokat kap. Maguk ketten a természet csodája, higgy el, mérnök úr. Mint két tojás. Mi értelme mutatni engem mások feleségének? Várjon csak, várjon. Na látja, nincs itthon. Dehogy is nem, maradjon csak, várjon. Mi az, nincs kulcsod? Vranova asszony, jöjjön csak ide. Mutatkozzék be neki. Jó napot.
Králik mérnök a nevem. Hogy? Mi bajod van? Králik vagyok. Uramisten, de szörnyű. Fényes nappal így leittad magad, szégyen! Jaj! Kikérem magamnak! Köszönöm, Parizer szomszéd, hogy hazavezette. De Brano az, hogy ez nem is a maga férje. Hallottam, Králika neve. Aha. Magának is örülni fog a felesége. Apuka! Ó, milyen szép kisfiú, hogy hívják? Ezekre a hülye viccekre nekem nincs időm. Na, mit mondtam? Kár, hogy mindez bögyörő nem látta. Na, nem jön? Megjelent már a hálószoba? Manuela maga? Őt nem akarom. Sem a szökőkutas villáját nem akarom. Undorít már az egész. Szeretnék egy kis házat, akár fürdőszoba se legyen benne, de valakivel, akit szeretetnék. Manuela. Attól félek, hogy én... Nem az a szegény vagyok, akit keresel. Nekem villám van az Ozsehovkán. Tudom. Láttalak, amikor visszaszöktél azért a háromkerekű csodáért. Te láttál engem? Uh-huh. És azóta arra gondolok, milyen jó lehet a háromkerekű ponyvája alatt összebújni. Hogy undorodom tőle? Tudod, mit csinál? Kutyahúst vásárol. Az minek? Hogy megfőzze. Fillérekért vásárolja a sintéreknél vagy hol. Aztán a szállodában bécsi szelet lesz belőle. Szerelmem te kell lesz. Szabad lesz? Tessék. Manuela. Hm? Mi Rudi meg én egy padban ültünk. Tudom, az utolsó padban a falnál. Hát tehetek vele ilyesmit? Tedd meg vele. Uram Isten, hova lett a vállalkozó kedvem? Szívem keres egy csótartót. Na endlich! Suppe! Schinken, ein Steak, Kaffee und ein Viertel Wein. 97. Danke, in Ordnung. Köszönöm. Meleg van a te kis üzletedben. Igen, van ott egy elektromos... Itt meg gyorsan. Wollen Sie zahlen, bitte? Nein, ich habe schon bezahlt. Oder soll ich vielleicht zweimal zahlen? Wen haben Sie schon bezahlt? Ihr Kollege war bei mir. Aber ich bin der Ober hier. Loisi, világos, ez itt járt. Magyarázd meg neki, hogy nálunk van egy ilyen látványosság, hogy a rendes főpincéren kívül néha megjelenik egy csaló is. Was hat gesagt? In unserer Heimat wir haben eine Spezialität, dass außer die normalen Ober auch einen abnormalen Falschen gibt. Ha, fantastisch. Oh! Mérnök úr, kérem, hogy lehet ez, hogy mi állandóan összefutunk? Jó estét, jó kívánok! Estét. Jó estét! Igen, a turistaházban is járt, és mi is ott voltunk. Most meg itt járt a hamis főpincér. Ez a legnagyobb véletlen, ami csak elképzelhető. Golden is Prague! Wirklich gold is! Na menjünk, viszontlátásra! Viszontlátásra! Berekedtél? Csak úgy hirtelen rám jött. Óvatosan!
mindenki talpra! Kifutott az épületből! Íh, hát a hamis főpincér! Halló! A ti vendégünk felé fut a hamis főpincér! Köszönöm, hölgyem! Teli van a plac vendéggel. Mennem kell. Ismertek engem, engedjetek már. Na, engedj már. Csendet! Ki ismeri közületek azt, aki rendőrért ment? Ha látjátok, senki! Tehát ő volt az! Utána! Ugye mit követettem? Tudom, kihágást. Igen, súlyos kihágást. Tudom, súlyos kihágást. A maga mit képzel, ember? Ha tudná, hogy én most mit képzelek, lehet, hogy magát előléptetnék. Hogy mit csinálnak?
Ha meglátja ezt a vránát, akkor pontosan tudni fogja, hogy is néz ki ez a králik mérnök. Ott van a bejárat a sarkon túl. Van valamilyen terve? Jelenteni fogom. Parancsoljon. Duhová! Magával mi történt? Az ember kiküldi a postára is. Főnök úr, én mondani szeretnék valamit. Mondja. De nem itt. Jobban szeretném odafent. Na, jól van. Hallgatom. Főnök úr, elintéztem a postát. Aha. Aztán elmentem fodrászhoz. Na. Aztán elmentem a látszerészhez, szemüvegért. Most pedig azt akarom mondani, hogy magát szeretem. Duhová, legyen már egy kis esze. Vegye fel a szürke köpenyét és lásson munkához. Egyszerűen nem engedhetem. Itt szerelmeskedésnek nincs. Tudom, a pénztárgépen az ő haja volt beakadva. Az véletlen tévedés volt. Én már végeztem a nőkkel. Tessék, amint látja, már nem érdekel. Most hegedülök. Na, jöjjön. Főnök úr, ezt hagyja abba. Az a rendőr is olyan furcsán nézett. Főnök úr, én nagyon jól tudom, hogy maga az a főpincér. Duhová! Főnök úr, hagyja ezt abba, vagy föl kell jelentenem. Mert minél előbb jelentem maga, annál hamarabb szabadul a börtönből. Duhová, ide figyeljen! Üljön föl! Lidácska, ne! Na, ne! Mit csinál? Hova megy? Még sohasem mondta nekem, hogy Lidácska. Én férjezett, nős vagyok. Drágám! No! Jaj! Jöjjön, Mária! Úgy, nagyon megütötte magát. Mivel szolgálhatok, kérem? Egészen elfelejtettem. Jaj, a fejem! Ajánlom magamat! Lidácska, maga engem föl akart jelenteni? Persze, mert szeretem magát. Ej, már eszembe jutott! Tessék! Kezeket föl! Az állítólag egy érdekes könyv. Az itt van, itt a felső polcon. Jaj, nem, ez a rovarok. Bocsásson. Az nem baj, megveszem. Igen, de ez nem detektív regény, uram, ez egy ilyen mese a bogarak világáról. Csak egy kis mese az egész. Nem baj, kérem, én akkor is megveszem. Kérem. Rovarok. Föl a kezekkel szintén kellene? Föl a kezekkel, igen. Igen, az itt van. Tessék. Föl a kezekkel, rovarok. Érdekes, hogy a címek milyen komikusan összejönnek. 39,50, kérem. Tessék. Valami nincs rendben? Dehogy is rendben. Akkor hát jöjjön velem, kedves vrána. Lidácska kedves. Ez fölösleges.
Rudi, te vagy az. Nem baj, legalább megint együtt fogunk ülni. Méghozzá elég sokáig. Dalibor Brána 8 évet töltött a falak mögött. Egész idő alatt szorgalmasan gyakorolt a hegedűjén Marzsatka professzor irányításával, aki a cellatársa volt. Szabadulása után másodhegedűsi állást kapott a prágai filharmonikusoknál, azóta is a zenekar tagja. Fia Ján elvégezte a vendéglátóipari főiskolát, majd főpincérként helyezkedett el egy elegáns vendéglőben.